Nagyon fontos mérkőzés ez mindkét csapat számára, azt hangsúlyozták a felek, ugyanakkor az is elhangzott, hogy nem szabad túl misztifikálni. Ezzel együtt azért nyilvánvalóan komoly lendületet és némi biztonságérzetet adna mindkét csapat számára, hogyha adott esetben ők nyernék ezt a mérkőzést. Ez mocskán elkerülte Hajduk kapuját. Kecskés. Megpróbált a kapura tenni inkább. Ott már nem szabad bántani a támadót. Ez sem volt veszélytelen. Szakály Dénes. 30. perc a mérkőzésen. Érkező ember a hosszú oldalon, nincs bent. Lencse volt az, aki bepasszolhatta volna. Szakály. Éger nem éri el, de nagy szerencséjükre, mert mint a paksiak nagy szerencséjére, nem ért el Vaskó sem a labdát. Cvitkovics tovább. Nagy. Minden lövésig mondják neki. El is lőtte vallal Nagy, nem sokkal a kapu mellé. Nagy Zsolt. Ellövi ballal ezt is, Csernyánszkinak okoz vele gondot. Cvitkovics. Lencse, most hagyják megfordulni, kioszt egy kötényt, aztán elcsúszik a lövés pillanatában. Érdemes lenne strigulázni, hogy hányszor csúsznak el a játékosok, ráadásul kulcsfontosságú pillanatokban olykor. Ő innen akár veszélyes is lehet. Bizony! Csernyánszkinak kellett kiütnie a labdát. Denkovics. Tóth Balázs lő! Gól! Vezet a házigazda, nem lesz gól nélküli meccs, ez sem. És Tóth Balázs, akit a Videótontól kaptak kölcsön, egy általa meglehetősen jól ismert stadionban vezető és tán győztes gólt szerez, hiszen nincs sok ideje a Paksnak az egyenlítésre. Tiszta szerelés volt, Polonkai. Cvitkovics, Lencse, nagyszerűen veszi át a labdát, Lencse nézi meg magának a kapu, Csernyánszki! Őrületesen nagy bravúr volt, és egy őrületesen nagy zicser. Szabó. Nem volt rossz lövés, de Hajduk simán fogta. Délceg ellövi éles szögből. Tóth egy Balázs. Nagy. Szakály kap az arcához. Bori futott el mellette, és a hátsó zsebéhez nyúl a játékvezető, a piros lap. Borit kiállítja Erdős József. Innen lehet talán látni. Hát. És a mérkőzésnek vége. Egyetlen gól. Egy jól eltalált Tóth 2 Balázs lövés döntött.